Üdvözlök mindenkit! A hétvégén elültettük a kislányommal a datajszilvafánkat, és mint a képen is látszik, túl hamar, ezt csak azért mutatom meg, hogy másnál ne forduljon ez elő. Ha lát, akkor várjátok az ültetéssel májusig, amikor elmentek a fagyok, és csak azután ültessétek el. Illetve ha mégis elültetnétek és fagyokat mond, akkor próbáljátok betakarni az egész növényt, mert mínusz 3-4 foknál már kárt tehet a rügyekben. Itt alul van egy rügy, ami szép zöld, látszik, ezt nem érte a fagyás. És ha más nem, akkor itt fölötte majd elvágom, hogyha nem hajt ki, de reménykedjük a legjobbakban. Ha összeveszitek a fát és dézsába van, akkor egy 0 és 10 fok körüli sötét helyen átteleltethetitek. Pincében, garázsban, ahol nincs fűtés, ez tökéletes hely lesz neki. És tavasszal pedig majd kiültethetitek, hogy a nyáron megerősödjön a növény. Egész télen egyszer kellett megöntöznöm, hogy ne száradjon ki a gyökere. Visszatérve az ültetésre, ami lehet Lotus vagy Virginia alanyos datajszilvafa, amiről azt kell tudni, hogy a Lotus alanyos hamarabb kezd megindulni tavasszal, tehát könnyebben kifagy. Viszont az olaszból hozott fákon nem kell feltüntetni az alanyt, így hiába kérdezgettem kertészetekbe, egyszerűen nem tudták megmondani, hogy milyen alanyon van a fa. Szóval, ha tehetitek, akkor fagyzugosabb helyekre, illetve ahol gyakori a tavaszi fagy, inkább Virginia alannyal válasszátok a fát. Keressünk neki egy napos, szélvédett, fagymentes helyet a kertben, és ha lehet, akkor oda ültessük. Ha ez megvan, ásunk neki egy 60x60 cm-es gödröt. Lehet nagyobb is, inkább, hogyha agyagosabb a talaj, vagy esetleg keményebb, akkor bőven lehet nagyobb gödröt ásni neki. Nem baj, ha nagyobb. Ha megvan a gödör, akkor teszünk bele egy kis marhatrágyát. Ettől jóval több mehet az aljára, nekem csak ennyi volt itthon. Aztán ha ez megvan, akkor kicsit összekeverjük a trágyát a földdel. Aztán kicsit megöntözhetjük a trágyás földet. De ez kihagyható. Majd teszünk rá egy réteg földet, hogy a növény gyökere ne érintkezzen a trágyával. Én az oltást a föld alá raktam, mert így több az esélye egy esetleges fagyás esetén, hogy az oltott növény hajt ki, nem pedig az alany. Egyébként télen mínusz 17 fokig nem fagynak el ezek a Lotus alanyos fák, de mulcsozással, illetve takarással ez az érték kitolható. Fa körül betemetjük a földet, aztán megöntözzük. Nem túlzottan vízigényes növény, későbbiekben jól bírja a szárazságot, de az első 2-3 évben mindenképp kiegészítő öntözés szükséges. Remélem tudtam segíteni a videómmal is, később ilyen szép gyümölcsökkel fog megajándékozni minket ez a fa. Ennyi lett volna ez a videóm, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, és írd le kommentben, hogy miért nem. A datajszilvákról majd egy későbbi videómban részletesebben is beszámolok. Legközelebb találkozunk, sziasztok!